Az Eto'o futszalosai azt szeretnék, ha a pénteki mérkőzésre sokan kilátogatnának, így már 16 órától színes programokkal várják az érdeklődőket. Elsőként a klub másodosztályban 100%-os teljesítmény nyújtó, és az első osztályba fejtő női együttese csap össze a Rába gyár férfi csapatával, majd 5 órától az Ovi focisoké lesz a főszerep, később az iskolai bajnokságban részvevő gyerekeket díjazzák. A támogatóknak köszönhetően meglepetések is várják a szurkolókat. Gyerekeket is szeretnénk egy kis masolni valóval megajándékozni, tehát minden kilátogató gyereket, aki kijön erre a mérkőzésre. Este 6:30-tól rendezik a Rába Eto'o mezeivi Berettyóújfalu férfi bajnoki mérkőzést. A találkozónak bár nincs tétje, hiszen az Eto'o utcaosztal megnyerte a bajnokságot, ugyanakkor a legnagyobb rivális elleni mérkőzés mindig is izgalmas volt. A világválogatott Lódi Tamás szerint ez az arany volt mindközül az egyik legkönnyebben megszerezhető, hiszen új rendszerben rendezték a bajnokságot. Az alapszakasz után ugyanis nem egyenes kieséses rész következett, ahol bizonyos győzelmi számot kellett elérni, hanem a csapatok a pontokat magukkal hozták, és ehhez gyűjthettek még hozzá 10 mérkőzésnyi eredményt. Lehetett sejteni, hogy nagy lesz a pontelőnyünk, és igazából előbb fogjuk megnyerni, tehát a vége előtt már jóval előbb meg fogjuk nyerni ezt a bajnokságot. Igazából nem is a bajnokság megnyerése szerintem, hanem a nemzetközi sikerek, úgymond 7. helyen végeztünk a BL-be, nem kaptunk ki, veretlenül sikerült lejátszanunk az összes meccsünket, komoly ellenfelek ellen bizonyított a csapat, úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy mindenki elégedett lehet ezzel. A Rába Eto'o a bajnoki aranyérmét a pénteki mérkőzés után veheti át. A csapat tehát története legsikeresebb szezonját zárta, hiszen ide az a mindent megnyert, és a nemzetközi kupában is minden idők egyik legjobb magyar eredményét produkálta.